A Kálvária utca egyik társasházába riasztották szerda este a mentőket, akik percek alatt a helyszínre érkeztek. A fiú édesanyja a fürdőszobában találta meg eszméletlen állapotban a két fiatalt. Egy fiatalembert megfigyelésre a Győri Kórházba szállítottunk. Beigazolódott a szénmaroxid mérgezés, és egy 19 év körüli lányt újra kellett éleszteni. Sajnos hosszas megfeszítés árán sem, több mint 40 perces újraélesztés ellenére sem sikerült megmenteni az életét. A 21 éves fiatalembert a Győri Kórházba szállították. Ő a körülményekhez képest már jól van, de barátnője elvesztése nagyon megviselte. Pszichés támogatásban is részesítjük, és hát próbáljuk megfelelő segítséggel valamilyen módon ezt a történetet és ezt a tragikus eseményt vele feldolgoztatni. A feltételezések szerint egy gázbojler okozta a szénmonoxid mérgezést, de a szakértők arra nem tudtak magyarázatot adni, hogy bár mindkét fiatal ugyanabban a helyiségben volt, mégis a fiú túlélte, a lány pedig belehalt a mérgezésbe.